egy olyan világban élünk, ahol itt próbálnak tartani itt az egyes, kettes szinten. Ez az a szint, ahol be van zárva az egyén az anyagba, gondolkodás nulla, tehát mérlegelés nulla, érted? Ösztön alapon működik, és azt csinálnak vele, amit akarnak, úgy manipulálják, ahogy akarják. Ha közösségbe kerül, akkor valami olyan közösségbe kerüljön, ahol még jobban meghűítik, mondjuk lehetőleg valami fanatikus vallási közösség, mint például ugye egyszer meghívtak minket a Híd gyülekezetébe, még a 90-es években, és csak én azért mentem, mert kíváncsi voltam. És akkor mondtam Mariannak, hogy menjünk, elmentünk ketten, hát csoda dolgokat láttunk, most idézőben a csoda szót, tényleg, mit tudom én, olyan volt, hogy ugye először zene, utána elkezdett beszélni ugye a főmufti, tudjátok kicsoda a Sanyi, így van, a Sanyi, és mennyit, negyed órát beszélt, és negyed óra elteltével már mondta, hogy a mit tudom én hány százalékot, tizet talán, befizettétek-e már az adományként az egyháznak a kasszájába. De nagyon érdekes, mert mikor a tévében látsz ilyet, ott ki van vágva. Érted? Ott ki van, a tévében, mikor adják, akkor ki van vágva. Az a rész, hogy befizették-e az adományt, az ki van vágva. Ugye rögtön föltűnt, hogy mondom, kb. Negyed órán belül már mondta azt, hogy az adományt befizettétek-e. Ha még nem, akkor rajta. Nem is ez a lényeg. Azt, hogy olyan szinten fanatizálták az embereket, hogy volt ott mellettünk egy fiatal srác, és szó szerint a föld, tehát ugye a kőbányai stadionban voltak, ott ahol ők szoktak lenni, ugye az a Híd gyülekezetének a tulajdonában van, az a stadion, Kőbányán, és ugye az beton, tudjátok, beton az egész. És ugye ott a nézőtéren voltunk, és mennyi lehetett a gyerek, vagy 17 éves, körülbelül 16, a betonba dörzsölte a fejét a gyerek, érted? Szó szerint. Tehát, és akkor így próbáltam így, mert ugye már többször mondták, hogy milyenné válnak, és akkor próbáltam a hatást úgy, de én nem éreztem semmit, tudod? De Marian se, nem? És az volt, hogy kiszúrtak minket, hogy én mit csináltam, mindent megnéztem. Érdeklődőként szépen megnéztem mindent. Jöttem, mentem, néztem ezt, belenéztem abba, és kiszúrták ezt, és akkor azt mondja Marian, látod, hogy figyelnek? Ilyen fekete öltönyösök, érted? Ott figyeltek minket. Nem volt rájuk írva, hogy bármilyen security, akkor még ugye ez nem volt divat. Szóval lényeg az, hogy és az Marian már ráunt az egész, és akkor mondtam, hogy menjünk haza. Én meg ugye mind a ketten elindultunk hazafelé, és követtek az autóig. Az autóig, utána amikor elindultunk az autóval, kiszóltam, hogy most már elmegyünk, nyugodtak lehettek. Na szóval, ilyen közösségekbe beviszik az embereket, ilyen, és gyakorlatilag ezt támogatják is, hogy bevigyék, mert hát okosodni nem fognak az emberek benne. Azóta ugye többször megnéztem, belenéztem arra, hogy a Sanyi mit mond, mert ugye a tévé leadja, az ATV is az övéké, és az ATV-n van ugye ez a vasárnapi, vagy tudom én minek hívják, Vidám vasárnap, igen, és ugye belenéztem. Jó, tehát érdekes dolgok vannak. Jó, ugye az meg a másik fele, hogy van egy Isten, és akkor az egy Isten az mindent koordinál, és ugyanaz az Isten mindenkinek. Szóval ez a másik véglet, egyik véglet az, hogy nincs Isten, másik az, hogy egy van, és az a minden. Az az egy Isten, az a minden. Érted? És akkor ennyi. Jó, azt elhiszem, hogy az minden belőle indult ki, de annyi. Na, szóval a lényeg az, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt akarják tartani az embereket.
És ez ahhoz, hogy az embereket itt tartsák, hazudni kell. Mindenfélét hazudni kell. Az igazságokat el kell ferdíteni. Jó? Tehát a világ dolgaival kapcsolatban, az ember működésével, az élet működésével mindent el kell, tehát nem letagadják, hanem elferdítik teljesen az egészet, és hazudnak, mint a vízfolyás. És mivel sokat hallják az emberek a hazugságot, azt hiszik, hogy az az igaz. Oké? Ha például egy tanár az igazságot akarná tanítani az iskolába, úgy kirúgnák, hogy lába se érne a földre. Tehát minden olyan helyen, amit az állam felügyel, mert mondjuk támogatást ad rá, ugye az összes iskola az, ami állami felügyelet alatt van, az mind támogatott, az gyakorlatilag hazudniuk kell a tanároknak. És ha az igazságot akarnák, még akkor is az alapítványi, csak hogy tiszta és világos legyen, mert kapnak állami támogatást az alapítványi iskolák is, nem kicsit. És ezáltal állami felügyelet van az alapítványi iskolákon is. És nem azt taníthatnak, amit ők akarnak. Jó? Maradjunk ennyiben, csak hogy tiszta és világos legyen. Ugyanúgy egy szakma. Te tanulsz mondjuk nagyon kedvező pénzért egy szakmát, vagy ingyen tanulsz egy szakmát, mert mondjuk fizeti az állam, vagy finanszírozza részben az állam, a tanító nem taníthat azt, amit akar. Azt taníthat, amit jóvá hagy az állam. Világos ez? Ja, ez így működik. Tehát, hogyha te az igazságokat akarnád tanítani, és ezt megtudnák, akkor úgy kirúgnának, hogy lábad sem érne a földet. Jó? Tehát az a lényeg, hogy végig hazugságba akarják tartani az embereket. Szó szerint hazugságokba. Tehát, hogyha nézel mondjuk a médiában olyan dokumentumfilmet, ami mondjuk az ősi idegenekről szól, van is egy ilyen sorozat. Oké, ősi idegenek. De ott is hogy teszik föl a dolgokat? Kérdésként. Nem állítják, kérdezik. Érted? Megnézel egy ilyen ősi idegen sorozatot, mondom a médiában látni, interneten is van, fönn vannak ilyenek. És kérdeznek. Tehát nem állítanak semmit, mindig csak kérdeznek. Hogy nehogy véletlenül valaki helyesen kezdjen el gondolkodni. Tehát ezért csak kérdezik. Tehát nem mondják azt, hogy az úgy van, de hogy mondják. Hanem kérdezik. Még azt is kérdeznek, ami látszólag 100% biztos. Még arra is azt is kérdezik. Hogy lehet, hogy ez volt, vagy lehet, hogy az volt. Nem állítanak semmit. No szóval, ugye mit kellene akkor csinálni? Az imént említettem, hogy ezeken a szinteken akarják tartani az embereket. De nem ezért vagy itt? Nem ezért vagy itt? Hogy nem ezért vagy itt? Most nem a PPA-nál, a földi létedben nem ezért van. Érted? A földi létedben azt vállaltad, hogy ezeken a szinteken felmész. És tök mindegy, hogy hova születtél, akkor is emelkedsz rajta. Tehát még egyszer mondom, amikor az ember meghal, egy bizonyos lelki szinten hal meg. Én nagyon sok embernél azt látom, akik meghaltak, hogy nem. Tehát ahhoz képest lejjebb kerültek, mint ahol voltak. Tehát megszülettek egy lelki szinten, emelkedtek, majd időskorba visszaestek. Nem az számít, hogy hova emelkedett föl az ember, hanem az számít, hogy mikor elhagyta a földi létét, akkor hogy hagyta el. Tehát gondold végig, ha egy ember normális szintre fölmegy, mondjuk az önmegvalósítás szintjére, de időskorba, érted, hót hülye lesz,
és egy dolog számít neki, hogy ő túléljen, érted? Akkor ő ezen a szinten hagyta el a földi létet, és ide fog születni a következő életébe, erre a szintre. Oké? Okay?